Református istentisztelet, emlékezés, halálos baleset volt Kabánál, folytatódott a keresztapa pere. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. november 6-án 18 óra 5 perckor. Isten tiszteletre várták a híveket a református nagy templomba. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek írott igéjét ez a mai napon, amikor újbor ünnepe is van. Nem csak a reformációra emlékezünk, egy bizonyára nagyon jól ismert bibliai igeszakasz. Ki is vetítem, tehát lehet velem együtt olvasni. Ez a Jakab írása szerinti levél első részéből, a 17. vers, ezt érdemes egyébként hosszú távon is megtanulni. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá. Kedves gyülekezet, az igehirdetés két szóra összpontosít. Az egyik, hogy adomány, a másik pedig, hogy felülről. Adomány, ami van, ami az életünknek a gazdagsága. És ezen a mostani ünnepen, amikor újborra emlékezünk, ez egy ősi magyar ünnep, akkor tulajdonképpen az első az, hogy gondolkodjunk azon, hogy mennyi mindenünk van. Hogy mennyi adományunk van, mennyi képességünk van. Nagyon fontos, hogy néha úgy megálljunk és visszafelé tekintsünk az életünkre, hogy mennyi mindenünk van, mert annyira fel vagyunk gyorsulva, hogy gyakran elfelejtünk megállni, és elfelejtünk egy számadást tenni. A régiek nem ilyenek voltak, mert a régi emberek nem munkanapban, munkaórában gondolkodtak, hanem szezonban. Ugye mennyivel másabb? Ez ugyanaz, mint amikor azt mondjuk, hogy család, és számunkra a család az mi és a gyerek. A régiek nem így gondolkodtak, a családban benne volt a nagymama, benne volt a nagymamának a testvére, benne volt a nagypapa testvére. Egy sokkal nagyobb kört érintett a fogalom. Mi olyanok vagyunk, hogyha azt mondjuk, hogy munka, akkor munkaórában gondolkodunk, és a munkaórának a bérezését hasonlítgatjuk össze. Neked mennyi az egy munkaórára jutó kereseted, nekem mennyi. A régiek szezonban gondolkodtak, elindultunk ott, hogy megcsináltuk a föld előkészítését, azaz felszántottuk, megtörtént a vetés, elkezdtük utána nézni, hogy mekkora a gaz, imádkoztunk azért, hogy essen az eső, és eljutottunk szép lassan odáig, hogy lehet már akár aratni is. Szezonban gondolkodtak. Éppen ezért nem úgy, ahogy a mi horizontálisan, itt a földhöz ragadtan nézték a dolgokat, hanem felülről. Mert ha felülről nézték a dolgokat, akkor látták, hogy hát bizony nem úgy terveztük, nem így gondoltuk, nem így álmodtuk meg, de valahogy csak kiforogta magát. Valahogy úgy adta valaki, a teremtő, hogy jól alakultak a dolgok. Lett. Éppen ezért az édes testvérek, hogy van, és hogy felülről van, ez olyan természetes volt. Ezért nagyon nagy boldogság és öröm volt egy-egy ilyen teremtési ünnep, amikor az őszi betakarításra, az új borral emlékeztek. Én szeretném ennek a mai istentiszteletnek, ez lenne igazából a küldetése, hogyha újra a jelenlévők lelkében ez a kettő egy fúzióra, egy egybeolvadásra jutna. Hogy megtanulnánk még egyszer azt, hogy van, és felülről van. Minden, ami van,
felülről van. Na, tegyünk egy próbát. Mennyi mindenünk van? Csak gondoljuk végig. Van egészségünk. Akinek van egészsége, az tudja, hogy micsoda érték, főleg akkor, amikor valamiért hajótörés szenvedett az egészsége. Ha van egészséged, ha van testi-lelki erőd, ha van szellemi képességed, van szellemi képességetek, drága nyolcadikosok, jó volt hallani. Volt képességetek megtanulni a szöveget, volt arra képességetek, hogy elmondjátok. Rögtön tegyük föl a kérdést, és ez honnan van? Honnan van az egészségünk? Honnan? Ha igazán komolyan vesszük, hogy testi, lelki, szellemi egészségünk, tulajdonképpen bár próbálunk tenni érte, de annak a történése, az nem rajtunk áll vagy bukik, hiszen vannak, akik nagyon fiatalon, nagyon-nagyon betegek, és vannak, akik egyébként nagyon idősen, Istennek hála, semmi bajuk nincs, hát honnan van? Aztán menjünk tovább. Van például egy csodálatos városunk, van munkahelyünk, van békességünk. Nekünk most éppen nem azon kell gondolkodni, hogy ki fog bennünket kilőni. Nem azon kell gondolkodni, hogy éppen melyik ráérő, flangáló, idegenből érkező szalad be, és egy uzival úgy válogatás nélkül. Nem ezen kell gondolkodnunk. Nem óvóhelyen ünneplünk. Van békességünk. Kitől van? És beszélhetünk tovább arról. Nemrégen hallottam, hogy például Szentesen tornádó volt. Nálunk miért nem? Mi okozta, hogy nálunk nem? Szóval, amikor föltesszük ezt a kérdést, hogy van, vagy föltesszük magunkba azt a felvetést, hogy mennyi mindenünk van, amiért nem tettünk, nem tehettünk semmit, akkor fölmerül a kérdés, akkor honnan van? És erre a régiek tudták a választ, mi pedig lassan elfelejtjük, pedig itt van a Bibliában. Minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék onnan felülről van. A halottak napja alkalmával az első és második világháborús emlékműveknél, a Levente emlékműnél, valamint Dobos László polgármester déli temetői sírjánál helyezett el koszorút Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző. Minden szentek és halottak napja alkalmából Karcagváros vezetése ezúttal is megemlékezett halottairól. A hagyományoknak megfelelően koszorút kaptak a két világháború karcagi halottai, valamint a város elhunyt polgármestere is. A nyugati kereszténység liturgiájában a 8. századtól él a halottakról való megemlékezés kultusza. Az őskeresztények földi maradványait a katakombákból átvitték a római Panteonba, ettől az eseménytől számíthatjuk minden szentek ünneplését. Ez november 1-e, amikor a nyugat keresztény egyház mindazokra emlékezik, akik bejutottak a mennyek országába. Karcagon a több éves hagyományoknak megfelelően a város vezetése ezúttal is megemlékezett halottairól. Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző helyezte el a megemlékezés koszorúit az első és a második világháborúban hősi halált halt karcagiak emlékművénél, az elhunyt leventéknek állított emlékoszlopnál. Megkoszorúzták az elhunyt korábbi karcagi polgármesterek síremlékeit is, így a 2020. júniusában elhunyt Dobos László sírját is. Teherautó és személyautó ütközött a négyesen Kaba közelében. A baleset körülményeit még vizsgálják. Megrázó tudósítás következik. Összeütközött egy teherautó és egy személyautó Kaba közelében a 4-es főút 193-as kilométerénél.
mindkét jármű árukba hajtott, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A püspökladányi hivatásos és a kabai önkéntes tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is megérkezett a helyszínre. A tűzoltók átvizsgálták a járműveket és áramtalanították. A helyszínen dolgoztak a társhatóságok is. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a balesetben egy személy olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrök teljes útlezárás mellett kezdték meg a baleset helyszínelését. A forgalmat Nádudvar irányába terelték. Erőt fitogtattak Jászalsó-Szentgyörgyön a Keresztapa testépítői és a cigányvajda emberei. Folytatódott a tárgyalás. Egyre fordulatosabb elemeket tartalmaz a magyar alvilág legismertebb figurájának, T.P.-nek a büntető ügye a Szolnoki Járásbíróságon. Egésznapos tárgyalást tartott a 2021-es önbíráskodás miatt indított perben dr. Nánási Máté bíró, amelyben a beidézett tanúk meghallgatása után a laikusoknak az az érzése támadhat, hogy az elsőrendű vádlott nem fenyegető szándékkal, mint inkább jószolgálati nagykövetként vett részt egy Jászalsó-Szentgyörgyi család anyagi vitájában. A vádirat szerint egy 46 éves férfi, a másodrendű vádlott, még 2021. januárjában a közösen lakott Jászalsó-Szentgyörgyi otthonukban azzal fenyegette meg volt feleségét, hogy verőlegényeket fogad ellene, és az összes pénzét arra fogja áldozni, hogy tönkretegye őt, ha a házzal kapcsolatos jogosnak hitt pénzbeli követeléseit nem teljesíti. A beidézett tanúknak, a volt feleségnek és fiának a bírói és védői kérdésekre adott válaszaiból az derül ki, hogy miután ők nem tettek feljelentést a rendőrségen, mégis hogyan juthattak a Jászberényi rendőrkapitányság nyomozói tudomására a történtek. Kiderült, TP-t a bűnözői múltja miatt vélhetően folyamatosan szemmel tartja a hatóság, hiszen a tanúk a volt feleség és fia vallomástételére a Nemzeti Védelmi Szolgálat vette rá őket. TP egyébként ki is fejtette az ügyben a véleményét Nánási bírónak, és hangsúlyozta, évek óta koncepciós eljárást folytat ellene a hazai rendőrség és ügyészség. A szerdai tárgyaláson kiderült, testi sértés és egyéb erőszakos balhé nem történt Jászalsó-Szentgyörgyön az ominózus napon, csupán erőt felmérő szempárbajok. A bizonyítási eljárás november 8-án folytatódik. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!